Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást erre a megtisztelő rendezvényre. Ugye Gergely említette, hogy ő 15 évvel ezelőtt kapcsolódott be ebbe a munkába. Én ugye jóval idősebb vagyok, tehát én még 15 évvel visszamennék, tehát én a 91-es év nyarán kezdtem a munkámat a Jázánál. Ugye ez egy 3 hónapos ösztöndíj volt, akkor úgy emlékszem, az Országos Ösztöndíj Tanács finanszírozta itthonról, és hát végül is talán 50-52 fővel indult akkor ez a nyári program. Utána vendégkutatóként a következő év végéig, tehát nagyjából egy másfél évet töltöttem el az intézményben, ami ugye gyakorlatban azt jelentette, hogy itthon voltam státuszban, de havonta 1 vagy 2 hetet töltöttem kint egy részben a Meteorológiai Szolgálattal közös kutatási programban, ami a savaseső, illetve a toxikus anyagok terjedésének, ülepedésének modellezéséhez kapcsolódott. Ugye az elhangzott már itt az előző előadásban, és ezt én is szeretném hangsúlyozni, hogy a Jázának az erőssége, ami ugye rögtön feltűnt az itthoni meteorológiai szolgálatnál töltött éveim után, hogy olyan mértékben és olyan módon tudott rendszerben gondolkozni és multidisziplinárisan gondolkozni, amelyik nagyban segítette az ilyen tudományágakon messze átívelő programoknak a sikeres megvalósítását. Ugye az első program, amiben bekapcsolódtam, ez az RAINS vagy Acid Rain program. Itt ugye láttam Markus Ammannak a fényképét, nevét, ő már akkor is ott volt, valószínűleg még most is dolgozik, és valami vezető pozícióban van ezzel a projekttel kapcsolatosan. Kiegészült ez abban az évben, illetve abban az időszakban egy toxikus anyagok terjedésére, tehát ólom, kadmium, arzén, nikkel, antropogén kibocsátás, légköri terjedés, légköri ülepedéshez kapcsolódó vizsgálataival. Ugye ez volt egy új terület, lényegében ebbe kapcsolódtam be ebben az időszakban. Ugye maga a környezeti probléma, amivel foglalkoztunk, az ugye alapvetően a légkörre koncentrált, de azt azért tudni kell minden ilyen típusú modellezési munkánál, illetve komplex vizsgálatnál, hogy a légköri folyamatok nem függetlenek a földrendszer vagy éghajlati rendszer egyéb alrendszereinek a működésétől, tehát az óceánokétól, a szárazföldekétől, a jég és hótakarótól, és hát természetesen, sőt inkább azt mondanám, hogy elsősorban a bioszférától, hiszen a légkör bioszféra egy meglehetősen sajátos, közös evolúciós folyamat során alakította ki a jelenleg is ismert jellemzőit. Tehát már ugye itt ebben a részben is megjelenik a rendszer elméleti közelítés, hiszen ugye különböző egymástól nagyon eltérő viselkedésű rendszereket kell összehangolni, különböző halmazállapotban, külső változásokra különböző válaszidővel rendelkező rendszerek, amelyek ugye tömeg, energia, impulzus momentum állandó áramlása során folyamatosan össze vannak kapcsolva, és meglehetősen komplex viselkedést mutatnak. Ami szűkebben a modellezési terület volt, az a légkörrel kapcsolatos elsősorban antropogén hatások. Tudjuk, hogy a légkörben található anyagok, tehát akár a nyomgázok, akár a légköri aeroszol részecskék, ezek természetes úton és antropogén, tehát emberi tevékenység útján is a légkörbe kerülnek. Számos folyamatot szabályoznak mindezen anyagok, tehát az éghajlat szabályozásától kezdve a levegőminőség alakításán át, ökoszisztémák minőségének kialakításán keresztül, agrárgazdálkodás feltételének meghatározása és épített környezet károsítása is adott esetben. Ami ugye a mi területünk volt, az ebből a második meg a harmadik, tehát levegőminőség, illetve a légköri ülepedés számításán, száraz és nedves ülepedés számításán keresztül az ökoszisztémára gyakorolt hatások, a kritikus terheléshez képesti ülepedés mértékeknek a meghatározása. Ha egy példaként most megnézzük globálisan, hogy milyen jellegű kaotikus folyamatok uralják a légköri áramlásokat és szabályozzák ezen keresztül akár a levegőminőséget, akár a légköri ülepedési folyamatokat, akkor egyrészt látjuk azt, hogy vannak jól meghatározott
zonalitással jellemezhető folyamatok, tehát például itt a zölddel jelzett trópusi erdőkben történő égési folyamatok vagy égetési folyamatok, a Szaharából a légkörbe kerülő szemcséknek a légköri ciklusa, áramlása. És emellett van egy döntően antropogi jellegű azonalitás, tehát a zonálistól egy kicsit eltérő jellegű jelenség. Itt fehérrel látható például a szulfát részecskéknek, vagy úgy általában az antropogén eredetű részecskéknek a terjedése. Ugye három fő aktora van ennek a tevékenységnek az északi féltekén, Egyesült Államok, Európa, illetve Dél-Ázsia, Dél-Kelet-Ázsia. És látható az, hogy bár a kibocsátó források azok eléggé jól meghatározottak, de amikor ezek az anyagok, légszennyező anyagok a légkörbe kerülnek, itt már a különböző turbulens hatások, áramlások, rendezett és rendezetlen áramlások, a csapadékviszonyok és más egyéb légkör fizikai levegőkémiai folyamatok nagy mértékben befolyásolják ezeknek a nyomanyagoknak vagy részecskéknek az eloszlását, illetve ülepedésüknek a mértékét. Szintén elhangzott itt Gergely előadásában, és erre is szeretnék rá erősíteni, hogy a Jasánnál folyó kutató munka nagy részben nem az íróasztal fiókoknak készült, hanem szoros kapcsolatban voltunk, és vannak is természetesen a mostani projektek olyan más jellegű intézményekkel, vagy szakmai döntéshozó szervezetekkel, amelyek gyakorlatilag nagy mértékben rá vannak utalva erre a típusú munkára, tehát akár erre a savaseső terjedés, ülepedés, légköri toxikus anyagok terjedése, ülepedésére. És ha itt megnézzük az időrendet, hogy az európai környezetvédelmi szabályozás az a légköri szennyezőanyagok tekintetében hogyan alakult, ugye 79-ben jött létre az európai monitoring és megfigyelő program, és kén-dioxidra, nitrogénoxidokra, illékony szerves vegyületekre, majd később a nehézfémekre és a perzisztens, tehát nehezen lebomló organikus vegyületekre vonatkozóan születtek kibocsátási egyezmények. Nagyjából ebben az időrendben, tehát ez úgy jól látható, hogy a JASA tevékenységének a időrendjébe is nagyon pontosan illeszthető. A savas ülepedéshez ugye döntően a kén-dioxid, nitrogénoxidok kapcsolódnak. A illékony szerves vegyületek, ugye ez egy komplexebb, bonyolultabb dolog, részben a légköri oxidáns képződésben is részt vesznek, részben közvetlenül humán egészségügyi vonatkozásai vannak. A nehézfémek és a perzisztens, nehezen lebomló szerves vegyületek pedig abban a tekintetben jelentenek döntően veszélyt, hogy bár abszolút értékben nagyon kicsi a kibocsátás és kicsi a légköri összmennyiség is, viszont hosszú a tartózkodási idő legtöbb esetben, tehát a kibocsátó forrástól nagy távolságban lévő területeken ülepedve is jelentős, sok esetben akár visszafordíthatatlan környezeti kockázatokat jelentenek. A JASA modellezési domén vagy modellezési aktivitás teljes mértékben összhangban folyt az EMEP-nek, tehát ennek az Európai Megfigyelési Programnak a kívánságaival, illetve elképzeléseivel. Tehát ugyanazt a térképkivágatot, ugyanazt a raster rendszert használtuk. Hát elő tudtam ásni még egy ilyen régi 150x150 kilométeres gridet, amire a számítások készültek. Ugye ezekre a gridekre egyenként lettek meghatározva nemzeti szinteken a kibocsátási intenzitások, a emissziós leltárak. Minden egyes adott évre lelettek futtatva a meteorológiai változókkal bővített dinamikai modellek, és ezek alapján számítódott az az ülepedés érték, illetve levegő minőség vagy légköri koncentráció, amely már végül is a döntéshozók számára is használható volt. Ugye maga a differenciál egyenletrendszer, ami emögött a modell mögött van, ez egy nagyon kellemetlen, kényelmetlen, analitikus formában nem megoldható közelítő eljárásokat alkalmazni kívánó rendszer, tehát meglehetősen hosszú gépidőt igényel. Viszont a döntéshozóknak a különböző szimulációkhoz ez persze nagyon rugalmatlan és lassú volt, tehát egy olyan típusú rendszert sikerült itt fölépíteni, amelynek során ebben a rasterben, tehát a rácsnézetek között egyfajta ilyen hatás mátrixokat számítottunk ki, tehát egy-egy adott rácsnak néztük a hatását
közelebbi, távolabbi rácsokhoz, és amikor ezek a futtatások megvoltak, ugye ezek voltak hosszú időt igénylőek, utána már a szimulációkat ezekkel az egyszerű faktor mátrixokkal lehetett egyszerűsíteni, és akár asztali számítógépen is lehetett vizsgálni. Hogy egy kicsit konkrétabban is látszódjon az, hogy milyen típusú számítások történtek itt, ha most az ábra jobb oldalát nézzük, akkor itt ezzel a deppel jelölt depozíció, vagyis légkörű ülepedés, amelyik akár a kénvegyületek, nitrogénvegyületek, vagy nehézfémek esetében egy részben mérhető, részben a modellek által meghatározott érték, és ez összehasonlításra kerül az adott területre vonatkozó kritikus terhelés értékekkel, tehát annak az értéknek a viszonylatában, hogy az adott terület, az adott típusú talaj, bioszféra milyen mértékű terhelést bír el visszafordíthatatlan változások nélkül, vagy károsodás nélkül az adott szennyezőanyagokra vonatkozóan. Ugye ezeket meghatároztuk, és akkor visszafelé számítva lehetett azt lényegében optimalizálni, hogy ehhez az európai országokban, az európai rideken milyen mértékű kibocsátás tartozhat. És végül is ebből határozódott meg az a bizonyos egyezményrendszer, amit mutattam, európai egyezmények kén-dioxidra, nitrogén-oxidokra, amelyek hát végül is ezeknek a kritikus terheléseknek a lehetőség szerinti betartását vagy betartatását segítették elő. A kékkel jelölt az a savas komponensekre vonatkozott, kénvegyületek, nitrogénvegyületek, ez később bővült ezzel a bizonyos illékony szerves vegyületek, ózon, más egyéb légköri oxidánsok moduljaival, és hát végül is ehhez illeszkedett ez a korábban már említett nehéz fémekre, toxikus fémekre, perzisztens organikus vegyületekre vonatkozó modulrendszer. Egy példát mutatnék egy egyszerű térképes formában, hogy hogyan néz ki egy számítási eredmény. Ez már egy újabb EMEP vagy RANGE-grid, ami ugye a későbbi fejlesztések során finomodott, tehát nem 150-150-es, hanem 50x50 kilométeres a felbontás, ami egy nagyságrenddel több, tehát egy négyzet, az 9 új négyzetre osztódik, és itt azt láthatjuk, hogy egy kritikus szennyezőanyagnál, tehát a 10 mikrométer alatti részecskéknél a hazai és a külföldi forrásoknak az aránya milyen. Itt azt látjuk, hogy például Magyarország esetében a határok közeli területeken ez akár a 90%-ot is meghaladja, de még a középső területeken is, tehát ebben az áramlási zónában a határoktól viszonylag távolabb is jelentős a határokon túli hozzájárulás, ami ugye egyrészt azt jelenti, hogy hazai beavatkozással, és ez lehet természetesen nem csak Magyarország, bármilyen más ország, önmagában nagyon kevés dolgot lehet elérni, hiszen a határon túli hatások, a határokon átterjedő légszennyezettség jelentősen határozza meg a határokon túli területeknek a levegő minőségét, ülepedés mértékét. De természetesen ugyanígy a hazai forrásoknak a hatásai, a magyarországi kibocsátások hatásai is a Magyarországon kívül eső területeken, nyilván a meteorológiai viszonyoktól, a csapadékviszonyoktól, áramlási viszonyoktól függően, de jelentős hozzájárulást, jelentős meghatározottságot jelentenek. És ebből talán látható, hogy a modellszámítások azok mennyiben tudnak túllépni a konkrét mérési eredményeken. Ugye monitoring hálózatot egyébként maga az EMEP is üzemeltet, de a modellszámítások teszik végül is azt lehetővé, hogy ezeket a bizonyos arányokat, tehát a szennyeződési hozzájárulásokat, ezen túlmenően a beavatkozásoknak a becsült hatását, ehhez hozzátéve természetesen a költségeket is, tehát hogy milyen költséggel járhat adott országokban, adott területeken a kibocsátás visszafogása, ezt ezekkel a rendszerekkel, modellezési rendszerekkel lehet megtámogatni. Itt most egy globális térkép sorozatot mutatnék három klasszikus, mondjuk így szennyezőanyag esetében, kén-dioxid, nitrogén-oxidok, illetve az ammónia, és azt láthatják itt, hogy egyrészt, hogy hogyan változott ezeknek a környezeti terhelése. Ugye a három fő aktornál, tehát Egyesült Államok, Európa, kén-dioxid, nitrogén-oxidoknál jelentős csökkenés volt ebben a vizsgált elmúlt nagyjából 20-15-16 éves időszakban. A déli-délkelet-ázsiai régió az ebben a tekintetben még az értékek tekintetében feljövőben van, tehát az értékek azok még növekedtek ez alatt az időszak alatt.
Az ammónia az egy kritikusabb szennyező, itt a, ugye nem is annyira az ipar és a közlekedés, hanem, és nem is az energetika, hanem inkább a mezőgazdaság az, amelyik ebben szerepet játszik. Itt az eredmények egyébként nem is olyan látványosak, sem Észak-Amerikában, sem Európában, és hát Ázsiában hasonlóan növekvő értékeket látunk. És talán érdemes még megnézni ezt a három alsó vonalat, ahol ez a felső lila, ez az Egyesült Államokban különböző időpontokban történt környezetvédelmi egyezményeknek az elfogadását jelenti. Tehát látszik, hogy az USA volt az első ebben a tekintetben, amelyek ezt a bizonyos Clean Air Act-et, tehát levegő tisztaságvédelmi törvényt elfogadták 1970-es évek elején, és ugye különböző mérföldkövek látszanak kékkel. Alatt a zölddel látják az európai evolúciót, tehát itt ez a 79-es konvenciótól kezdve nitrogénoxid protokoll, Göteborgi protokoll és így tovább. És hát látjuk, hogy Dél-Kelet-Ázsia ebben a tekintetben időben is egy kicsit le van maradva, tehát itt a 2000-es évek közepétől indultak, hát ott ottani politika stílusának jellemző módon úgynevezett 5 éves tervekbe igazítva, tehát ezek a 11., 12., 13. 5 éves terv részeiként lettek elfogadva. És egyébként maga a JASA is aktív szerepet játszott a szimulációban, tehát a RAINS Asia, ez egy olyan modell, alrendszer volt, amelyet részben ottani kutatókkal, de nagyrészt persze a JASA központnak a közreműködésével fejlesztettek, és nagyon sok mindenben úgy gondolom, hogy segítséget tudtak nyújtani az ázsiai, dél-kelet-ázsiai környezetvédelmi problémáknak, ha nem is a megoldásához, de legalábbis a folyamatoknak a megértéséhez. Köszönöm szépen a figyelmet, és még egyszer köszönöm a meghívást.